Hallgassátok meg, drága testvérek, Istenek igéjét úgy, amint az írva található a Máté evangéliumának 18. fejezetében, ennek a fejezetnek az első 6 versében. Olvasom Isten igéjét Máté evangéliumának 18. fejezetéből, ennek a fejezetnek az első 6 versét. Kérlek, hallgassátok figyelemmel, alázattal is helyeteket elfoglalva. I will read a passage from the Gospel of Matthew, chapter 18, from verse 1 until verse 6. From the Gospel of Matthew, chapter 18, from verse 1 until 6. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyére vetik. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék mindannyiunkban gazdagon, mi pedig teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Jöjjetek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéje által, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Foglaljatok helyet, testvérek, ifjaink vezetnek bennünket a közös éneklésben. Thank you.
meghajtjuk a fejünket és imádkozunk. Urunk, magasztalunk téged, dicsőítünk téged, nagy szeretetedért és jóságodért. Köszönjük, hogy helyre akarod tenni az életünket, és szeretnéd, hogyha te is a téged megillető helyre kerülnél az életünkben. Köszönjük, hogy erről énekelhetünk, hogy minden, ami él, a te műved, hogy te vagy minden mindenekben, hogy ennek a világ mindenségnek a középpontjában te állsz. Te vagy az Úr, minden hatalmasságnak, minden magasságnak Ura. Te vagy az, aki irányítod az életet. Te vagy az, aki kezedben tartod a mi életünket. Ezzel szemben, Urunk, megvalljuk előtted őszintén, hogy nagyon sokszor a mi szívünk közepén nem neked épül az oltár. A mi szívünk közepén nem te vagy ott uralkodó Úrként, nem te foglalod el a szívünk középpontját, nem te vagy a gondolataink, az akaratunk középpontjában, és nem rád nézve éljük az életünket. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy ilyen félrecsúszott, félresikerült gyermekeid vagyunk sokszor. Annál is csodálatosabb, Urunk, hogy te mégis szeretsz minket, mégis magadhoz hívsz bennünket, mégis közösségbe szólítasz bennünket önmagaddal. És nagyjá akarsz tenni a te követésedben, nagyjá akarsz válni az életünkben. Urunk, kérünk, segíts bennünket abban, hogy meglássuk, mit jelent igazán nagynak lenni. És hogy lépjünk rá a nagyságnak az útjára úgy, ahogy azt te szeretnéd az életünkkel. Rombolj le minden hamisságot az életünkben, és taníts meg bennünket az élet útján járni. Nyisd meg a szívünket, az értelmünket, söpör ki belőle minden akadályt, hogy valóban ott legyünk előtted, és valóban oda tudjunk figyelni a te drága kijelentésedre. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz az Úr Jézusért. Amen. Thank you.
Jim Elliot mártír misszionárius mondotta azt, hogy bolond az, aki meg akarja tartani azt, amit úgysem tud megtartani, hogy megnyerje azt, amit aztán soha nem tud elveszíteni. És arra gondoltam, hogy sokszor milyen bolondok vagyunk valóban, hogy ragaszkodunk a Jézus nélküli élethez. Ragaszkodunk az Isten nélküli élethez, amiből minden itt marad. Mert ugye énekelték fiataink, hogy a hegyek leomlanak, minden oda lesz, de a te hűséged, Jézus, mindörökre megmarad. A hegyeink leomlanak, azok a nagyságok, azok a magasságok, amiket Isten nélkül építettünk, azok a nagyságok, azok a magasságok leomlanak. Csak Jézus hűsége marad meg örökké. Ezért jó volna ma úgy ott itt lenni, hogy azok a nagyságok, azok a magasságok, amiket nélküle építettünk, azok leomoljanak. És a középre oda kerüljön Jézus, a maga nagyságában, a maga dicsőségében, a maga hűségével, mert az mindig megmarad, mindörökre megmarad. Minden egyebet meg elveszítesz. Minden egyéb oda lesz ebben az életben. Olvassuk tehát Isten igéjét, a Lukács evangéliumát folytatjuk, a Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 46., 47. és 48. verset olvassuk, azzal a reménységgel, hogy ha ilyen kevés igerészt teszek, akkor röviden fogok prédikálni, igaz? Tehát Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 46., 47. és 48. verset olvasom. From the Gospel of Luke I will read from the 9th chapter, verses 46, 47 and 48. From the Gospel of Luke, chapter 9, verses 46, 47 and 48. Így szól hozzánk az Isten ezek által, az igék által. Azután vita támad közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította. Majd ezt mondta nekik, aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb minnyájatok között, az a nagy. Mert aki a legkisebb minnyájatok között, az a nagy. Bevezetőben, kedveseim, hadd kérdezzem meg tőletek, fiatalokra különösen is vonatkozik ez a kérdés, hogy Jézuson kívül, természetesen Jézuson kívül, kinek a nagyságát csodálod? Ki az, aki igazán érdekel téged? Ki az, aki igazán leköti a figyelmedet? Ki az, aki igazán izgatja a fantáziádat? Kinek a nagysága? Esetleg van egy kedvenc színészed? Van egy kedvenc popsztárod? Van egy kedvenc focistád? Vagy egy egész foci csapatod, nem igaz? Akinek minden megmozdulását, minden megnyilvánulását, hírt róla meghallgatsz, akinek figyeled az életét, és akinek a nagysága izgalomba hoz téged, aki igazán izgat téged. És hadd kérdezzem azt is meg, hogy mi az, ami az ő nagyságukból leginkább izgat, ami leginkább lelkesít téged, és te a magad személyes életében miben keresed a nagyságot? Ez is kérdés ma. Miben keresed a nagyságot? Kivé akarsz válni? Miről beszélgetsz a barátaiddal, mik a vágyaid, mik az álmaid, ki akarsz lenni? És ami ennél is fontosabb, hogy milyen nagyságra vágysz, milyen a nagyság számodra, milyen nagyságra vágysz. És ezek a kérdések, ezek a bevezető kérdések hadd vezessenek bennünket a közös gondolkodásban, mert ezek a kérdések vetődtek fel ezekben a tanítványokban is, és ezek a belső kérdések, ugye azt mondja az ige, azt olvassuk az igében, hogy Jézus ismerve az ő szívüknek gondolatát, tehát nem kimondott kérdések ezek, elkezdtek ők vitatkozni, hogy ki a nagyobb, de tudta Jézus, hogy mi motiválja őket, mi van belül, mi az indíték, éppen ezért ezek a kérdések indítsanak bennünket is ehhez a beszélgetéshez, mert hogy éppen, ők is éppen ezekkel a kérdésekkel küszködnek,
Ezeket a kérdéseket teszik fel, hogy mi a nagyság? Ki a nagy? És hogyan válhatok naggyá? És aztán, hogy ki a legnagyobb közöttünk? A történetet ugye megtalálhatjuk a Márk 9-ben és a Máté 18-ban is. A Máté 18-ból olvastuk már a történetet. És ugye sok írásmagyarázó szerint ez a történelemnek az egyik legbugyutább beszélgetése, mert hogy ennek a történetnek mi a történeti előzménye, mi a kontextusa ennek a történetnek. Ugye emlékeztek rá, hogy mi történt ezelőtt? Ezelőtt voltak Jézussal a tanítványok fent a hegyen. Tehát Jézus megdicsőülése a közvetlen előzménye ennek a beszélgetésnek. Vagyis lejönnek a tanítványok a hegyről, lejönnek Jézussal a hegyről, mit láttak ott? Mit láttak ott a hegyen? Meglátták Jézusnak a nagyságát, így van? Meglátták azt, hogy mekkora nagy, dicsőséges uruk van nekik, mekkora Jézus. És lejönnek a völgybe ezek a tanítványok, és akkor elkezdenek gondolkozni, hogy fú, mint amikor te is megnézed ugye a foci csapatodat a tévében, és azt mondod, hú, ez a Messi. Jól mondtam, van egy ilyen játékos? Fiúk, van? Van, Messi. Az jó, meg eltaláltam. Hogy ez a Messi, ez hogy cselezett? Ez hogy nyomta? Ez hogy kicselezte az ember? Tehát komolyan már láttam fiúkat, akik a Facebookukra fel is tették, ugye, hogy az a sztár. Hogy én is szeretnék ilyen nagy lenni, nem? Hát micsoda csel, micsoda odaadás, micsoda lelkesedés, micsoda csapatmunka, én is ekkor akarok lenni. Fantasztikus. Ugyanezt látták a tanítványok is, hogy ott van Jézus a maga nagyságában. Maga nagyságában. És lejönnek a völgybe, és akkor azt felteszik ezt a kérdést, ez a hülye kérdés nulla pont, tudjátok. Felteszik a kérdést, hogy ki a legnagyobb közöttünk. Ezt tudjátok, ez pont olyan, mint amikor a hét törpe beszélget, és közöttük van a királyfi, nem? Aki pár lábbal magasabb, mint ők. És akkor a hét törpe arról beszélget, hogy ki a magasabb közöttük. És ott van a királyfi közöttük, nem? Tehát itt vannak ezek a tanítványok is, ott áll Jézus köztük, épp lejöttek a hegyről, szemlélték a nagyságát, és akkor arról beszélgetnek ezek az emberkék, hogy ki a nagyobb közöttünk. Mintha a fiúk most a kéci foci csapatban, a kéci sasokhoz eljönne Messi. És azon gondolkoznánk, hogy most ki legyen a csapatkapitány, nem? Gondolkozzunk már el, hogy Atici esetleg, vagy Robi nyomja jobban. És ott van Messi köztük, ugye? Bocsánat, a hölgyek nem ismerik, én sem ismerem ezt a focistát, de ő nagy, igen. Hogy ki legyen ő? Ugye? Tehát ezt mondja, sok írás magyarázza, hogy ez egy nagyon buta beszélgetés. És én azt mondom, hogy mégsem az, mert nézzétek meg, Jézus nagyságával szembesülnek ezek a tanítványok, és a Jézus nagysága inspirálja őket nagyra vágyásra. Nagyra vágyásra ösztönzi őket. Hisz ez mindannyiunkkal megtörtént már, nem igaz? Ahogy mondtam az előbb. Hogy láttunk valami izgalmasat, valakit nagyon nagy dolgot csinálni. A lányom meglátta az X-faktorban, hogy énekelnek az énekesek, és azt mondta, én is. Azt mondta, én is. Ugye? Én is így voltam annak idején, mikor elkezdtem zongorázni, tanulni, hát nagyon immel, ámmal csinálgattam ezeket a dolgokat, és akkor, mit tudom, amikor láttam Verdinek a nagy opera zeneszerzőnek az életét, akkor micsoda hatalmas művet alkotott, ő azt mondta, én is Verdi akarok lenni. És leültem a zongorához a film után gyorsan gyakorolni. Mert annyira izgalmas volt, annyira fantasztikus volt, lenyűgöző volt látni ezt a nagyságot. Tehát velünk is megtörtént ez, ugye? Láttunk valahol valami igazi nagyságot, és azt mondtuk, hogy mi lenne, ha én is megpróbálnám. Hát, ha nekem is sikerülne. Úgy, hogy én időnként zeneszerző akartam lenni, ha éppen nem zeneszerző, akkor a pókember. Ugye? Vagy ugye már az is gondolkoztam, hogy lehet, hogy a pókember jól tudott zongorázni, tehát össze lehet hozni a kettőt, nem? És ilyenkor belém állt az, hogy többet kell zongoráznom, többet kell gyakorolnom, meg falra másznom természetesen, nem? Persze ilyenkor inkább a szüleim másztak falra az örömtől, hogy én milyen ötletekkel jövök elő. Na most éppen ez történik a tanítványokkal, hogy szembesülnek Jézus nagyságával, és arra döbbennek rá,
hogy hú, még annyi minden van, amit megtehetnénk. Annyi lehetőség és annyi képesség ragadt talán még bennünk. És elkezdenek gondolkozni, hogy vajon mire juthatnánk még el, hogyha igazán keresnénk a nagyságot. És az az érdekes, tudjátok, az a nagyon érdekes, hogy Jézus nem szídja meg őket. Jézus nem teremti le őket, nem kapnak feddést, pedig Jézusra nem volt jellemző, hogy nem mondta volna meg egyenesen a fiúknak, hogy na most ez, fiúk, ez nem volt rendes tőletek. Ez nem volt szép tőletek. Hitetlenek voltatok, kemény szívek voltatok. Péternek azt is megmondta, hogy a sátán szólalt meg belőled. És itt nem mondott ilyesmit, hogy fiúk, mi az ördög van veletek, nem? Hát mi bújt belétek, hogy ilyesmiről beszélgettek? Hát Jézus érzékeli, hogy ezek a tanítványok, mint minden ember, vágyakoznak a nagyságra. Nagyok akarunk lenni. És alapvetően ezzel nincs baj. Hogy nagyok akartok lenni, azzal nincs baj. És azt mondja, hogy ha ott van bennetek ez a vágy, ott van bennetek ez a kérdés, ott feszít titeket, ott feszít ez a kérdés, ezért foglalkozni kell vele. És ahelyett, hogy lesöpörni az asztalról, és azt mondja, hogy fiúk, ezzel erről nem beszélgetünk, mert ez butaság, azt mondja, hogy igen, jól van. Feltevődött bennetek a kérdés, főleg, hogy láttatok engem ott a hegyen nagynak, feltevődött a kérdés bennetek, hogy mi a nagyság, és hogyan válhatok nagyja, és akkor gyerünk, beszélgessünk erről. Éppen ezért ez a mi kérdésünk is ma. Mert te is akarsz nagy lenni. Tudom, mindegyik, a legkisebb ember is nagyra vágyó. Van benned nagyra vágyás. Hadd kérdezzük meg, hogy mit csináljunk ezzel a kérdéssel. Mit csináljunk ezzel a feszítő érzéssel bennünk? Mit csináljunk a nagysággal, ami bennünk van? Jó dolog a nagyság? Rossz dolog a nagyság? Vágyakozhatunk-e rá? Vagy inkább el kellene kerülni? Hova tegyük a bennünk dúló vágyat a nagyság után? Mit csináljunk a nagyra vágyásunkkal? Na most, mint minden máshoz, ehhez is háromféleképpen viszonyulhatunk. Egyébként minden dolgot az életünkben osztályozni kellene tudatosan. Valahogy viszonyulni kell hozzá. Nem lehet semmit sem megkerülni az életben. És el kell gondolkozni. Tehát háromféleképpen viszonyulhatunk ehhez a kérdéshez is. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk, vagy újraértelmezzük. Úgy van? Tehát vagy elfogadjuk, vagy elfogadjuk, vagy or receive it, ugye? Or we reject it, vagy elutasítjuk, or we redeem it. Or we redeem it, vagyis megváltoztatjuk. Tehát vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk, vagy megváltoztatjuk. Vagy hogyha, hadd mondjam úgy, hogy megjegyezzétek három embetű szóval. Megragadni, megtagadni, vagy megváltani, vagy megváltoztatni. Vagyis vannak dolgok, amiket úgy, ahogy vannak, el kell fogadni. Meg kell ragadni. Ezek általánosan jó dolgok. Ha például, mondok egy példát, elmész az orvoshoz, igaz? Nem nézed azt, hogy keresztény vagy nem keresztény. Orvos, nem? Van diplomája, jó orvos, megbízható orvos, és az orvos azt mondja neked, hogy nézd, többet kell mozog, ugye? Többet kell mozog, mert baj van az ereiddel, többet kell mozogjál, kevesebbet kell egyél, ugye? Kevesebbet kell egyél, és nem mindegy, hogy mit eszel, ugye? És igyál sok vizet, sok folyadékra van szükséged. És akkor nem megyek az, és nem lapozom fel a Bibliámat, hogy hol írja, melyik könyvben írja ezt a Biblia, hogy egyek kevesebbet, meg igyak többet, vizet mondom, vizet, igyak többet, és mozogjak többet, nem nézem meg, igaz? Mert azt mondom, hogy hát ez egy általánosan jó dolog. Ez úgy, ahogy van, ezt el kell fogadni. Ha nem keresztény orvos mondja, akkor is. Te nem gondolkozom el azon, hogy ez a sátántól van-e, vagy sincs, mert nem, ez jó dolog. Változtatás nélkül be kell építeni az életünkben. Aztán vannak olyan dolgok, amiket ugyanilyen egyenesen meg kell tagadni. Ha például megromlott az étel, mert kint felejtetted a nagy melegben, nem mondod azt, hogy hát beteszem egy kicsit a hűtőbe, aztán majd helyre jön, nem? Vagy szórok vele egy kis szódabikarbonát, mert elveszi a bűzét. Nem? És akkor megesszük. Hát jó az. A házi asszonyok, gondolom, nem csinálunk ilyesmit, nem? Mert azt mondjuk, hogy az úgy rossz, ahogy van. Megromlott, úgy rossz, ahogy van, azt micsoda, mit csinálunk vele? Kidobjuk a szemétbe. Annyi, nem foglalkozunk vele. Kidobjuk a szemétbe. Tehát ugyanígy nincs a kábítószernek például keresztény változata, nem? Hogy van keresztény drog,
amit lehet szedni. Igaz? Vagy nincs a homoszexualitásnak keresztény változata, hogy hát persze van a keresztény homoszexuálisok, nem igaz? Tehát elfogadható. Vagy mehetsz, legyél keresztény pornósztár. Van ilyen? Vagy éppenséggel a terroristának keresztény változata. Jézus nevében gyilkolok. Nem? Tehát Jézus nevében ölöm meg az ellenséget. Van ilyen? Tehát ezek egyértelműen rossz dolgok, ezeket egyértelműen azt mondjuk, hogy kidobjuk. Kidobjuk, elutasítjuk, megtagadjuk. És aztán vannak olyan dolgok, amiket meg kell változtatni. Amiket meg kell váltani, mert hogy alapvetően jó dolgok volnának, Isten jónak teremtette ezeket a dolgokat, csak közben mi emberek bemocskoltuk, korumpáltuk ezeket, tönkretettük. Ilyen a szexualitásunk, ugye? Nem tagadja a kereszténység azt, hogy a szexualitás az jó, és Istennek az ajándéka, csak mit mond? Nem a paráznaság, a házasságon belüli szexualitás, az rendben van, az örömszerző cselekedet, az jó dolog. Isten ajándéka ez az embernek, de nem ugye a fűvel, fával. Mert hogy manapság meg ez történik, hogy fűvel, fával. Tehát valami, amit Isten jónak teremtett, azt mi bemocskoltuk. De nem azt jelenti, hogy akkor kidobjuk az egészet, hanem azt jelenti, hogy megtisztítjuk. A ruhát nem dobod ki a szemétbe azért, mert összekoszoltad, hanem a ruhát beteszed a mosógépbe, és kimosod. Mert arra még szükséged van, és azt még korthatod nyugodtan azért attól, hogy bemocskolódott. Úgy van? Ilyenek az étkezési szokásaink, hogy hát persze, elhíztam meg tönkretettem magam azért, mert túl sokat ettem meg, egészségtelen dolgokat ettem. Az nem azt jelenti, hogy akkor nem fogok ezen túl enni, hanem azt jelenti, hogy oda nézek annak, hogy ezután mit eszek. Mit viszek be magamnak? Ilyen a szórakozási kultúrán. Ki mondta azt, hogy a fiataljának soha nem tanítjuk azt, hogy nem szabad szórakozni. Hogy nem szabad egy jó bulit csinálni Isten dicsőségére, meg örömszerző cselekedetként. Ami nem arról szól, hogy hogy használjam ki a másikat, hogy vetkőzzek ki önmagamból, hogy tegyem tönkre a saját életemet, vagy másoknak az életét, hanem arról szól, hogy hogy építsek közösséget. Az ifi számomra az mindig egy jó buli. És baj az, amikor ezt is kisöpörjük, amikor azt mondjuk, hogy igen, hát nincs olyan, hogy keresztény szórakozás. Dehogy nincsen. Az az igazi szórakozás. Csak meg kell tisztítani mindattól, ami bemocskolta. Tehát mindent újra kell, nagyon sok mindent kell újraértelmezni. Valamit nem kell, de sok mindent újra kell értelmezni. Mert hogy Jézus miért jött el a világra? Mit mond? Azért jött el Jézus a világba, hogy megkeresse és megtalálja azt, ami elveszett, ami bemocskolódott, ami elveszítette eredeti szépségét és rendeltetését. Azért jött, hogy megváltsa a nagyságot is, hogy újraértelmezze azt, mert az Isten bennünket, jegyezzétek meg, nagyságra teremtett, ez egyértelművé válik a teremtéskor elhangzó megbízásból, amit az Isten az embernek ad. Mit mondott a teremtéskor az Isten az embernek? Azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok, azt mondja Isten, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Tehát uralkodásra szánt bennünket az Isten, csak hogy az a baj, nagyságra szánt bennünket az Isten, csak hogy az a baj, hogy mi rosszul értelmezzük a nagyságot. Nem tudjuk, hogy mi a nagyság. És ha ma pusztulás szélén áll a világ, kihalnak az állatfajok, tönkre megy a klímánk, az ózonréteg elvékonyodik, azt tudjátok, hogy miért van? Azért, mert rosszul értelmezzük a nagyságot. Azért, mert nem tanultunk meg helyesen uralkodni. Nem tudtunk meg helyesen nagyoknak lenni. Éppen ezért ez egy nagyon fontos kérdés, amivel veletek foglalkozni szeretnék. Kérlek, maradjatok velem, koncentráljunk erre a kérdésre, mert a mai kérdésünk az, hogyan viszonyulok a nagysághoz. És akkor itt van ez a három viszonyulási forma. Az egyik viszonyulási forma az, hogy megragadom. Megragadom úgy, ahogy van, úgy, ahogy ebben a világban jelentkezik. Változtatás nélkül. És mi van akkor, hogyha csak úgy elfogadjuk a nagyságot, úgy, ahogy a világ nyújtja ezt nekünk, és azt a nagyságot, amit a világ hajszol. Mi van, hogyha ezzel a nagyság ideállal azonosulunk? Mert hogy a világban a nagyságnak
A nagyra vágyásnak óriási értéke van. És hogyha megengedjük, hogy a világ, a mai kultúra határozza meg számunkra a nagyságot, akkor tudjátok, ez mivel jár? Katasztrófával jár. Katasztrofális következményekkel jár az életünkre, és tönkreteszi az életünket is, és az Istennel való kapcsolatunkat is. Tönkreteszi az egymással való kapcsolatunkat is, és az Istennel való kapcsolatunkat is. Nem tudom, hogy hányan ismeritek a narcizmus szót. Ismerős az, hogy narcizmus? Elmagyarázom, jó? A narcizmus az önimádás, az öndicsőítés latin szava. Egy Narcissus nevű fiatalemberről kapta a nevét, aki a görög mitológiának az egyik alakja. Egy délceg ifjú volt, aki sosem látta a tükörképét. És egyszer megszomjazott, megállt egy tónál, hogy igyon, és a vízben, akkor életében először mi történt? A vízben meglátta önmagát. Meglátta a saját tükörképét Narcissus. Még sohasem látott ennél szebbet. És azonnal beleszeretett a saját tükörképébe. A saját tükörképébe beleszeretett, és elkezdett beszélni hozzá. És egy nimfa, egy gonosz nimfa, pedig úgy hívták, hogy Echo, ugye, innen származik a visszhangszavunk, az Echo, mögé szegődött, és amikor ő elkezdett beszélgetni önmagával, úgymond, akkor ő mindig visszhangozta azt, amit mondott. És úgy Narcissus azt gondolt, hogy beszélget vele az, akiben ő beleszeretett ott a tóban. Viszont soha nem tudott vele igazán találkozni, és éppen ezért ebbe a beteljesületlen szerelembe, önimádatba belebetegedett Narcissus, és végül elpusztult és virággá változott. Innen ered a narcisz szavunk. Ha kimész a kertbe narcisz szedegetni, akkor jusson eszedbe Narcissus, és a narcizmus, amikor az ember, de mi történik a nagyság szempontjából, mikor az ember beleszeret mibe? Önmagába. Nos, a narcisztikus ember életének a középpontjában tudjátok, hogy ki van? Önmaga. Az élete középpontjában önmagát látja. A legfontosabb ember az kicsoda? A legfontosabb ember az én vagyok. Én vagyok a legfontosabb ember. Beleszerettem önmagamba. Az univerzumomnak a középpontjában én vagyok. Körülöttem, az én igényeim körül forog minden. És erről szól a világ szerinti nagyság. Erre ösztönöz mindenki, hogy vedd meg, edd meg, tedd meg, szerezd meg, lopd el, bármit csinálj, csak neked jó legyen. Egy olyan kultúrában élünk, ami ezt a narcizmus népszerűsíti nagy erőkkel. Az önszeretet, az önértékelés, az önsegítés, az önmegvalósítás, akár az önpusztítás gyakorlatát. Ez a mai, úgy nevezik az angolok ezt, hogy a selfie kultúra. A selfie kultúra, hogy én vagyok, önmagam imádata. Azért van a világ körülöttem, hogy mindent megragadhassak, minden lehessek, mindent megtehessek, mindent megehessek. Mindegy, hogy van rá tehetségem, hogy van rá erőm, hogy van rá pénzem. Egyszerűen jól akarom érezni magamat, kérem a dicsőségemet, mint ahogy a kocsmában kérem a sörömet. Ott áll a világban az ember, és azt mondja, hogy kérem a dicsőséget. Imádjatok engem! Rengeteg önimádó ember él a világban, lehet, hogy te is közülük való vagy. Lehet a lelkész is önimádó, amikor feljön a szószék, és azt akarja, hogy mindenki engem lásson. Mindenki engem dicsérjen, mindenki rám figyeljen. Rengeteg narcisztikus ember, narcista ember jön fel a szószékre. Rengeteg narcista ember áll ki beszélni. Rengeteg narcista ember megy el a politikába. Rengeteg narcista ember él körülöttünk. Rengeteg narcista ember él a családban, aki azt mondja, azért van a feleségem, hogy nekem örömöt szerezzen. Azért van a férjem, hogy engem kielégítsen. Azért vannak a szüleim, hogy nekem mindent megvegyenek. Úgy van? Azért van minden, hogy nekem jó legyen. Nos, ahogy mondtam, az igazság az, hogy mi Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk. A Biblia azt mondja, hogy mi azért létezünk ezen a világon, az a rendeltetésünk, hogy Istent tükrözzük. És az az Isten, aki megteremtett bennünket, az milyen Isten?
Mondjuk csak el, milyen Isten, az egy kedves, az egy szerető, az egy kegyes, az egy jó, az egy igaz, az egy igazságos Isten. Nekünk pedig ezt az Istent kell tükröznünk. Mi ezt kell tükröznünk, to mirror God. Ezt kell tükrözzük. Megmutatni valamit az ő karakteréből. És ehelyett mi történik? Na ez a nagyság, amikor Istent mutatom be, Isten nagyságát mutatom be az életemmel, és ehelyett mi történik a világban, a mai világban, a narcisztikus kultúrában? Imádók maradunk, persze, önimádók. Tükrözünk mi, de nem az Istent, hanem kit? Önmagunkat. És itt megint a fiataloknak, a Facebookon, a szociális oldalakon szinte nincs olyan fiatal, amit hol készített? Hol készített? A WC-ben. A WC-ben a tükör előtt állva. Ülünk a WC-ben, még jó, hogy nem ülünk le a WC-re, de miért nem csinálunk olyat is? Ülünk a WC-n és fényképezzük magunkat. Ja, magasabban van a tükör. Értitek? Értitek, drágáim? És ez egy akkora leleplezése a narcizmusunknak. Már látom, hogy alig várják, fiatalok mennek haza, és gyorsan veszik le a Facebookról ezt a WC-s képeket. Az IFI-ben a WC a legsikeresebb hely. Az a fényképkészítő automata. Tudjátok, van a filmekben, beülsz a kis gépbe, és akkor kattantasz, és akkor csinálja a képet róla. Mert mit akarunk látni a tükörben? Mit akarunk látni a tükörben, kedveseim? Bocsássatok meg, de ez az igazság. Mit akarok látni a tükörben? Önmagamat. Be akarok telni a szépségemmel. Ilyen pózban, olyan pózban, amolyan pózban. Én vagyok a középpontban. Rólam szól az élet. Én vagyok az. A tükörben kicsoda áll? Én. Azt akarom, hogy előttem hódoljanak, engem imádjanak, nekem tapsoljanak, mindegy, hogy az a WC-ben készült. Mert nem tudom én, hol készült. Csak a lényeg az, hogy én vagyok ott. És tudjátok, hogy ebben nagy a felelősségük a szülőknek is, mert mi most könnyen elmondjuk, hogy a fiatalok ennye-bennye, nem szép dolog a WC-ben fényképezni magatokat. Ennye-bennye, de nem csak ott lehet, mert úgy is lehet így, ugye? Hogy így tartod, így is lehet, nem? Azok a legjobb képek, mert azok úgy torzítanak is. De tudjátok, hogy mekkora a felelősségük a szülőknek? Hogy mondja a múltkor a feleség, hogy bement valahol egy ruhásüzletbe, és elmentek, látta, hogy elment az anyuka, vitte a kicsi leányt vásárolni. Ment az anyuka, de ment a nagymama, ment a másik nagymama is. A nagypapákat otthon hagyták, hogy legalább jól érezzék magukat, nem? Itt a nagymamák, és az anyuka körülvette a kislányt, és akkor ez a ruha, jaj, de szép vagy, jaj, és ez is milyen jól áll neked, jaj, de angyal, jaj, de kicsi, és a kicsi az pörgött, és minden csak róla szólt, és megtanulja a kicsi, hogy én vagyok a kicsi Isten, ugye, én vagyok a legfontosabb, én vagyok a szemekincse, a szemefénye anyámnak, gyöngyekincse, mindene, mindegy, hogy mit csinálok, olyan rosszat nem tudok csinálni, minden csak rólam szól, minden körülöttem forog. Én vagyok a tükörben. Mert kicsi korunkban már megszokjuk ezt, hogy én akarok lenni a középpontban. Ezért hadd kérdezzük meg, drágáim, ki van a tükörben? Ki akar látszani? A mai világban a nagyság azonos a népszerűséggel. Nagynak lenni azt jelenti, engem látnak. A világ, a mai kultúra ezt népszerűsíti, és azokat népszerűsíti, akik önmagukat szeretik mutogatni, akik önimádók is, akik ezért mindent képesek megtenni. És ezért lesz annak hírértéke, hogy Justin Bieber összehányta magát. Az hír. De az, hogy nem tudom, Borsi Ernő elment dolgozni, és lehúzta a műszakot, vagy elment bárki más dolgozni, megművelte a földjét, eltartotta a családját, időt töltött a gyermekével, szeretetben együtt voltak, beszélgettek, imádkoztak, Bibliát olvastak, arról nem számolnak be a televízióban, nem igaz? Mert az uncsi.
Az unalmas, az nem nagy. Az, hogy egy 18 éves popsztár összehányja magát, az már valami. Mert ő szereti önmagát mutogatni, és ennek hírértéke van. És ezzel azonosulnak a fiatalok, és ezért lesz annyi önsanyargató fiatal, mert ő az akar lenni, azt akarja, hogy lássák. És így lesz sláger Eminemnek a számából, ami így szól, megpróbálom lefordítani angolból, tönkretettem az egész életem, de megpróbálom helyrehozni. Jobban akarom csinálni, jobb apa akarok lenni, fogalmam sincs, mit csinálok, de gyere, csináljuk együtt. Kövess engem. Tényleg? Fantasztikus. Kövess engem. Azt mondja, a fene se tudja, hogy mit akarok csinálni, gőzöm nincs, hogy mit akarok csinálni, elbaltáztam az egész életemet, de gyere, kövess engem. És ezt követjük. Értitek, hogy milyen tragikus ez a dolog? És amikor azt mondja Jézus, hogy itt vagyok, meghaltam, érted? Helyrehozom az életedet, szeretlek téged, szeretetre akarok nevelni téged, igazi nagyságra akarok tanítani téged, mit mondunk? Kit érdekel? 2000-ben tudjátok, Amerikában hány valóságshow volt? Amerikában 4 valóságshow volt, már az is sok egyébként, 4. És ma már tudjátok, mennyi van Amerikában? Több mint 300. Több mint 300 valóságshow, ugye? Ahol tudjátok, hogy mi a kérdés? A legnagyobb kérdés, hogy mennyi ideig bírják szex nélkül a való világ 6 szereplői. Döbbenetes. Ezt nézzük. Ezt emészszük, ezzel azonosulunk. Ez a nagyság, ugye? Ez a nagyság, ez a sztár, ezt mutatják a tévék. Ezt mutatják be nekünk. És ebben halnak bele az emberek. Emiatt megy tönkre az élet, emiatt mennek tönkre a kapcsolataink, emiatt lesz bulimiás a fiatal. Mert mindenütt azt mutatják, hogy az a szép, amikor alultáplált vagy, nem igaz? Meg az a szép, amikor összefekszel mindenkivel, az a csinos lány, aki mindenét megmutatja, nem igaz? Ez a nagyság. Kedveseim, itt vannak ezek az őszhajú úriemberek, vajon ez a nagyság? Kérdezzük meg tőlük. Ez a nagyság? To show yourself, to mirror yourself, or to mirror Jesus. És ahhoz, hogy lássanak ebben a világban, ahhoz valami nagyot, vagy legalábbis meghökkentőt kell csinálni. Azzal már senki nem kerül a középpontjába, hogy jól tanul például. Megbízható barát, engedelmes, kedves, jó munkás ember. Az iskolában nem az a tanuló a sztár, aki szorgalmasan tanul, és megnyerte a matek olimpiázt, ugye? Hanem az, aki megbukott románból, de megbukott magyarból is. Sőt, megbukott mindenből. Nagy vagy, öcsém. Sztár vagy, öcsém. És élvezi a gyerek. És majd 50 év múlva ott ül annak a kapujában, aki dolgozott, akinek az életét senki nem látta, és azt mondja, hogy add ide a pénzedet. Mert én sztár vagyok. És én fizessem a Justin Bieber koncertre a jegyet, nem? Na nem. Vagy Eminemnek segítsek abban, hogy menjen tovább a semmibe. Valóságsót az én életemről sem fognak készíteni. Valószínű, képzeljétek el, ül, készül a prédikációra, nem? Megy, bevásárol a gyerekeknek. Lerottyan templomokban énekel az Isten dicsőségére. A világ végén, ahol még internet sincsen, táborokat szervez fiataloknak. Érdekes, nem? Beviszi a gyermekeit iskolába. De a tiédről sem, nem? Lehet. Fel kell, ellátja a jószágokat, nem? Elmegy a munkába, megpróbál eltartani a családját, nem? Dolgozik, hazajön, eszik, beszélget a családjával, lefekszik, alszik. Hát nem. Nem lesz egy győzike így, ugye? De arról készítenek? Éppen ezért
A másik lehetőségünk az, hogy megtagadjuk a nagyságot. És ez nagyon sok keresztény azt mondja, hogy ez a világ nagyon fel van fordulva, óriási a hajsza a nagyságért. Én nem akarok ilyen lenni, én elutasítom a nagyságot, nem akarok ilyen narcisztikus, önimádó, önromboló, önmagát felélő, másokat kihasználó ember lenni. Hisz Jakab is megírta az ő levelében, hogy ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Tehát vannak, akik lesöprik az asztalról éppen ezért a nagyság, a kérdést. Úgy mond az alázatnak a nevében. Vagy jobban mondva, az alázat állarcába bújva. Nem akarok lenni, én alázatos akarok lenni. Azt szoktuk mondani, nem? Most hadd mondjam el, hogy ez általában a gyáváknak és a lustáknak és a céltalanoknak a szövege. Én nem akarok több pénzt, nem akarok nagy jegyeket, nem akarok diplomát, mert miért? Mert én alázatos akarok maradni. Tényleg? Hát így csak buta maradsz meg csóró. Úgyhogy nem dolgozol meg, nem küzdesz, nem tanulsz, így buta maradsz és csóró. Alázatos, nem biztos, hogy így leszel. Sok fiatallal is találkozom, akik sokat beszélnek a szegényekről, a szenvedőkről, az árvákról, és azt mondják, hogy én nem vagyok ambíciós. Az bűnös dolog, nem keresem a nagyságot. Nos, miért nem próbálsz meg tenni valamit akkor az életeddel? Csinálj egy kis pénzt, és kezd bele valami vállalkozásba, tanulj, építsd el az életedet azért, hogy aztán tudj segíteni másokon, tudj elosztani a pénzedet, tudj adni a pénzedből, tudj adni a tudásodból, tudj segíteni másokon. Nagyon sokszor tudjátok a lustaságunkat, a kényelmességünket bújtatjuk a szent szövegek mögé. Miközben Isten uralkodásra teremtett bennünket. Vagyis gondozásra, felelős gondolkodásra. És ez egy óriási felelősség. Arra teremtett, hogy tükrözik őt. És ő kicsoda? Ő a legnagyobb. Őt kell tükrözni. Te nem gondoltál soha erre? Nem kellene ambiciózusabbnak lenni? Nem, én nem akarok büszke lenni. Figyeljetek, az ambíció és a büszkeség az két különböző dolog. Az ambíció azt jelenti, hogy szorgalmas vagyok valamilyen cél érdekében, valamit el akarok érni. A büszkeség az, hogy én önmagamat akarom megvalósítani. Én akarok nagy lenni. Minden pénzt önmagamnak akarok, minden tudást önmagamnak akarom. Márpedig Isten nem arra hívott el bennünket, hogy megragadjunk. Megragadjunk a kicsiségben. A középszerűségben. Nem arra hívott el bennünket, hogy ne csináljunk semmit akkor. Mert ő igazi nagyságra hívott el bennünket, és nem szabad ezzel mentegetőzni. Ugye hát én nem. És tudjátok, hogy többféleképpen mentegetőzünk. Van ennek pár módja. Sokan azt mondják, hogy hát én már nagy vagyok. Én már nagy vagyok. Én már megvalósítottam magamat. Én már elértem ezt a nagyságot. Sok hívő ember esik bele ebbe a tévedésbe, hogy én megtértem, és akkor én már elkészültem, én már jó vagyok, én már nagy vagyok. És ez éppen ezért nem motiválja semmi sem őket, hogy tovább menjenek. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát tudjátok, sok ilyennel találkoztam, bennem nagy lehetőségek vannak. Mert a fantasztikus lehetőségek rejlenek bennem. Tudjátok, egy tizenévesnek a szájából ez izgalmas. Egy tizenévesnek a szájából izgalmas az, hogy nagy potenciál van benned, nagy lehetőség. Egy huszonéves szájából már kiábrándító, hogy még mindig csak a lehetőségek szintjén vagyunk, hogy van bennem, a 30 évestől már gáz azt mondja, hogy hát vannak lehetőségeim, 40 éven túl már hazugság. 40 éven túl már nincs benned lehetőség. Azt már úgy hívják, hogy csőd. Ha 40 évig nem érted, nem tudod, hogy mi a célja az életednek, nem tudod, hogy mire kell törekedjél, nem tudod, hogy mire vagy való, akkor az nem egy megvalósuló élet, hanem tudjátok micsoda, az egy eltékozolt élet, az egy elpocsékolt élet. És rengeteg ilyen ember van a világban, hogy lézengenek, járnak, kelnek, nem tudják, hogy mit kezdenek magukkal, de bennem hatalmas potenciál van. Hatalmas lehetőségek vannak. Aztán olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy nagy voltam. Jó, nem? Nagy voltam.
Ez pont olyan, mint amikor fiatal voltam, jártam templomba. Ó, hát tudná, tiszteltes, hogy annak idején, amikor én 10 éves voltam, amikor még láttam a lábujjamat, ugye, hogy én akkor milyen friss, fit és izmos gyerek voltam. Persze most 160 kiló vagyok, de akkor milyen nagy voltam. A régi szép napokban, azokban a régi szép napokban, amikről nem tud senki semmit, csak te. Talán meg sem voltak. Talán nem is történtek meg ezek a dolgok, de én annak idején milyen nagy voltam, nem? Vagy ilyen is van, amikor azt mondjuk, hogy másokhoz képest, hát én. Hát nézze meg, tiszteltes úr, Bolond Marikát, nem? Hát ahhoz képest sztár vagyok. Ahhoz képest mi az, hogy nem mentem át az érettségin? Ahhoz képest mi az, hogy nem lett belőlem semmi? Ahhoz képest, hát nekem mondja, tiszteltes úr, vagy nekem mondja más. Hát ott vannak a részegesek, a paráznák, én nem vagyok ilyen. Ahhoz képest nagy vagyok, és van még egy ilyen, ez is nagyon jellemző, hogy majd holnap, holnaptól fogva nagy leszek. Még várjunk egy kicsit, majd holnaptól fogva nagy leszek. Tudjátok, a holnap sosem jön el. A holnap az nincs meg. A holnap az nem biztos. Ami van, az itt van ma. Today. Ma van. Azt mondja Isten, hogy ma van az üdvösség napja. Ma van a lehetőségeidnek a napja. Ma van a szolgálatodnak a napja. Ma van az, amit megtehetsz. Amit ma megtehetsz, hogy van? Azt ne halaszd holnapra. Kérdezzem meg, drágáim, hogy ti nem akartok nagyok lenni a szolgálatban? Nem akartok nagyok lenni mások megsegítésében? Nem akarsz nagy apa, nem nagy apa, az is, az jó, de nagy, értitek? Vagyis jó apa. Nem akarsz nagy anya, jó anya. Nem akarsz nagy feleség, nagy fér, nagy lelkigondozó, nagy gyülekezeti munkás lenni, vagyis nem akarsz hatékony lenni? Nem akarod nagy erőkkel tükrözni az Isten nagyságát? Ez elég baj. Ezért nem működnek a keresztény közösségeink, mert nem akarjuk tükrözni az Isten nagyságát. Az alázat jegyében elbújunk és lustálkodunk. Márpedig narcista lehetsz akkor is. Narcista lehetsz akkor is, hogyha nem teszel semmit. Az nem pénz, meg hatalom, meg dics kérdése, hogy mennyire vagy eltelve önmagaddal. Tehát a lusta ember is lehet, csak önmagával foglalkozó. Hozzám rengetegen bekopognak, adjak nekik pénzt, adjak nekik segélyt, adjak nekik ezt, adjak nekik azt. De mondom, oké, rendben, és te mivel szolgálod az embert, a közösségedet? Mit teszel? Másokért? Mivel szolgálsz? Én? Hát rajtam kell segíteni, nem? Ez ugyanolyan narcista ember, csak önmagával van tele, csak csóró. Ezért hogyan legyél nagy? Ezért kell újra értelmezni a nagyságot, és ez az utolsó. Újra értelmezni a nagyságot. És Jézus erre nézve előállít egy gyermeket. Egy gyermeket, ami abban az időben nagyon megdöbbentő volt. Egy rabbi, tehát lenézték a gyermekeket, semmibe vették a gyermekeket. A gyerek aznak nem volt értéke. Egy rabbi azt mondta a Talmudban, hogy a reggeli alvás, a déli borivás, a gyermekekkel való csevegés, és a közönséges emberek között való lézengés, az tönkreteszi az embert. Ezek közül néhány valóban tönkreteszi, de a gyerekekkel való foglalkozási tönkretenni az embert, ugye? És akkor Jézus azt mondja, hogy ide állítom ezt a gyermeket. Nézzétek, csak itt van az a gyermek. Aki nagy akar lenni, aki igazán nagy akar lenni, az legyen olyan, mint kicsoda, mint ez a gyermek. Mint a gyermek. És azt mondja, hogy nem gyermeteg legyél, hanem not childish, így van, hanem gyermek, mint a gyermek, childlike. Tehát olyan legyél, mint egy gyermek. Vagyis olyan, mint az, a gyermek rászorul a felnőtre. A gyermek rászorul a nagyra. Ha igazán nagy akarsz lenni, akkor rászorulsz az Isten nagyságára. Keresztelő János azt mondja, hogy neki növekednie kell, úgy van? Neki növekednie kell, nekem pedig mit kell tennem?
alább szállanom. Nekem alább szállom, neki növekedni, nekem alább szállanom. Tehát a nagy kérdés az, hogy ki van a tükörben. Mert Isten nagy dolgokra hívott el bennünket. Arra hívott el bennünket, hogy az ő dicsőségét tükrözzük, az ő nagyságát tükrözzük. Éppen ezért, ha újra értelmezzük a nagyságot, akkor az a nagyság, ami az Isten dicsőségére történik az életemben. Az a nagyság, amivel őt szolgálom. Az a nagyság, amivel másokat szolgálok. Az a nagyság, amikor szolgálok. Amikor a tükörben nem én vagyok, hanem amikor a tükörben ott van Isten. Kérlek benneteket, drága fiatalok, tegyetek el a Facebookra olyan képeket is, főleg olyan, amik tükrözik az Istent. Tegyetek fel közösségi képeket, ahol együtt vagytok Isten dicsőítésében, ahol szolgálatban vagyunk, ahol őt magasztaljuk. Persze ez is lehet önzésből, de mindig, tehát kérdés az, hogy mikor derül ki az, hogy ez Isten dicsőségére történik, vagy nem. Hát miből derül ki? Ez abból derül ki, hogy tapsra várok érte, vagy nem. Függök attól, hogy a mások elismerjék azt, amit csinálok most, ha én lejönnék, és azt mondanám, na lássam, hogy hányan tértek meg a prédikációmra, akkor én nem az Isten dicsőségét szolgálnám a szolgálatommal. És hogyha nem tér meg senki, akkor azt mondom, nem is foglalkozok veletek, nem? Mert ti ilyen gyalázatosok vagytok, nem vagytok képesek eljönni a templomba. Hányan maradtok otthon? Szégyeljétek magatokat? Nem is fogok többet prédikálni nektek. Úgy van? Mert nem tiszteltek meg engem a jelenlétetekkel. Nem. Akkor vagyok igazán nagy, akkor tükrözöm az Istent, akkor élek az Isten dicsőségére, amikor azt mondom, hogy mindegy, én elmondtam azt, amit az Isten rám bízott. És az ő dicsőségét szerettem volna továbbadni nektek. A kérdés tehát ez, ezzel zárjuk. Ki van a tükörben? Ki van a tükörben? Kívánom, hogy mindannyiunk életében Jézus legyen. Jézus legyen ott a tükörben, mert akkor igazán nagyok leszünk. Ámen. Dicsőség neked, Urunk, áldunk és magasztalunk téged a te igédért, a te megjelenésedért, a te nagyságodért. Köszönjük, hogy követendő és követhető példa vagy számunkra, Úr Jézus, aki az emberi nagyságot újra értelmezted és megvalósíthatóvá tetted. Úrunk, köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket arra, hogy igen, te akarod azt, hogy nagyok legyünk, de nem úgy, ahogy ez a világ akarja. Nem önmegvalósításra van szükségünk, nem önimádatra van szükségünk, nem arra, hogy a tükörben mi álljunk, hogy mi magunkat tükrözzük, hanem arra van szükség, hogy mi a te szeretetedet, jóságodat, kegyelmedet, irgalmadat tükrözzük. Hogy te nőj nagyjá az életünkben, hogy olyanok legyünk, mint a gyermekek, akik rád szorulunk. Add, Urunk, hogy ez valósuljon meg mindegyikünk életében. Ebben segíts meg, és add, hogy valóban újra értelmeződjék az életünkben a nagyság kérdése. És ne takarózzunk mi a lustaságunkkal, a restségünkkel az alázatnak az állarcába, hanem ha kell, akkor a valljuk meg bűnbánattal előtted azt, hogy Urunk, igen, azért nem valósítottunk meg többet ebben az életben, mert lusták voltunk, mert nem hallottuk a te szavadat, mert nem követtünk téged, mert nem vettük fel a keresztünket, mert nem szolgáltunk eléggé. Kérünk, serkents bennünket a még odaadóbb szolgálatra, arra, hogy valóban téged akarjon tükrözni az életünk. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. Kérünk, áld meg a gyülekezetnek minden egyes tagját, áld meg a vasárnapunkat, fedezd be bennünket szereteteddel, munkálkodj az életünkben a jövő héten is. Hadd imádkozunk az Exodus alapítványért, az munkatársakért, ezekért a drága önkéntesekért, akik idejöttek, akik eljöttek Erdélybe, és szeretnének szolgálni. Hadd, hogy az ő életükben is te legyél nagy, és ők is a te nagyságodat tudják és akarják tükrözni. És kérünk minden missziós munkáért, ami ebben a világban folyik. Te könyörülj a betegjeinken, elesett testvéreinken, a gyászolókon, a nehézségben élőkön. Add, hogy mi magunk a magunk helyén valóban
mindent megtegyünk azért, hogy felkaroljuk az elesetteket és a szegényeket. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatott könyörgésünket az Úr Jézusért. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Ámen.